Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Kispályás labdarúgó bajnokság első osztályában az 5. forduló mérkőzéseit rendezték a héten. A tavaly bronzérmet szerző és idén is a dobogót ostromló Bretton RT a gólgazdag mérkőzéseiről híres Fevitával találkozott. Lássuk a mérkőzést! Években ezt megszokhattuk, idén is a dobogóért küzd, és jelenleg a második helyen áll a fehérmezes gárda. Tavaly bronzérmet szerzett a csapat nem úgy kiírásban. A Fevita pedig jelenleg az 5. játékhét előtt 10. áll. A hűtőgyárjaknak igazán sikerült. Rajta bajnokság eleje, hiszen eddig mindössze 3 pontot tudtak gyűjteni. Brettonnak mérlege 12 egység, vagyis 12 pontot gyűjtöttek eddig a fehérmezesek 4 mérkőzésből 4 győzelemmel. Nézzük a két csapat összeállítását. A Bretton RT kapujában Csóka István, mezőnyben jelenleg 10-es számmal Major Attila, 3-assal Péter, 7-essel Horváth Zsolt, 11-essel Balló Sándor és 8-assal Zab Zoltán. A másik oldalon a kapuban Keserű, mezőnyben Varga, 4-essel László, 5-össel Gácser és 11-essel Szabó Ferenc. László mellett pattant tovább a labda, majd Csóka lépett ki a kapujából, és fogta játékszert. Szabó szemfüles volt, kihasználta a Bretton játékosainak figyelmetlenségét, és egyből kapura tette a labdát, de az mellé szállt. Tóth Péter. Horváth Zsolt teljesen üresen a 6-os vonalnál, és nem találja el a kaput. A Fevita csapata meglehetősen tartalékos összeállításban vette fel a küzdelmet a mai találkozón. Ez a papírforma is a Bretton RT esélyességét mutatja. Nagy valószínűség szerint ez be is igazolódik a mai találkozón, de hát még nagyon a mérkőzés elején járunk, történhet bármi kis pályán, így inkább nem is szólok semmit. Csóka. Major. Horváth. László. Dobhat a Bretton. Balló Sándor átíveli a túloldalra a labdát, Major érkezett, de már nem tudta irányítani a lövést. Keserű kirúgása László felé. A 2002-2003-as bajnokságban is a Bretton RT volt mindig a két csapat mérkőzésének esélyese. Azonban a Fevita rendre meglepetést okozott, hiszen az első fordulóban 4-4-re végeztek a csapatok, aztán a 14. játékhéten pedig a Fevita 9-7-re verte a Brettont. László. A sárga mezes csapat híres arról, hogy általában a pontvadászatok során rengeteg gólt lőnek, ugyanakkor nagyon sokat kapnak is.
Dúd. Balló. Dúd Péternél marad a labda, aztán Balló Sándor csinál egy cseltet, teszi a bal lábára a labdát, a Slő a kapu mellé. Idén az első fordulóban a Bretton a Track Trailer Köfém 2 csapatát verte 6-4-re. A Fevita ekkor a másik újoncot, a Fehérvíz együttesét lépte le 8-2-vel. A második fordulóban a Fevita elszenvedte első vereségét a Deckebau ellen 10-5 arányban. A Bretton RT pedig az Old Boys-t verte 7-1-re. A harmadik fordulóban a Fevita újabb vereséget szenvedett el a Csipuszi ellenében 6-4 arányban. A Bretton RT pedig a Mávalba Kerelmi 57 Kft. Kronosz csapatát verte 4-2-re. A negyedik fordulóban a Fevita újabb vereséget gyűjtött, vereséget szenvedett el. Óriási helyzet a Bretton előtt, és kimarad közben. A hatodik percben. Keserült már becsapta az ab, de aztán a visszaérkező védő szögletre mentett. Most tehát a negyedik fordulóban a Fevita 6-1-re kapott ki a Klubfecától, a Bretton RT pedig 6-4-re verte a Maraton Sportot. Szabó, Horváth Zsolt, Szabó rángatta a mezét, mehet tovább a játék, Szabó mellé. Szabó. Sokat dolgozik eddig, Tóth Péter állta útját. Tóth. Horváth Zsolt érkezik a jobb oldalon. Tóth Péter Majort választja. Horváth. Major. Zab. Gácser lépett közbe. Bretton RT végezhet el szögletet. Gácsert ugratja ki Szabó. Csúka fogta a labdát. Tóth. Szabad rúgás a Fevita javára. Szabó Ferenccel szemben voltak szabálytalanok a Bretton játékosai. Egészen pontosan Zab Zoltán volt az. Horváth Zsolt. Marad nála a labda, aztán Gácser közbelépése nyomán dobhat. Út. Balló Sándor próbált elszakadni őrzőjétől. László. Tóth Péter. Szabó elől hoz fel a labdát. Horváth Zsolt. Egy jobblábas lövés, óriási tvét keserű. Horváth Zsolt. Egy újabb próbálkozás, marad nála a labda, két ember között lövi el a labdát. A játékszer azonban ismét célt téveszt. Rossz a kirúgás. Zab. Nem volt rossz a meglátás. Hosszú sarok bizony. Üresen várta a labdát. Az irányzék nem volt pontos azonban. Balló. Horváth Zsolt. Volent lépett közbe. Újabb szöglet.
A 10. percben járunk. Egyelőre gól nélkül. Major kírja a labdát, középen kapja is, de nem találta el. Tud Péter. Balló. László mellett. Ketten állják útját Harasztinak. Horváth Zsolt. Kíséri. László dob. Gácser. Zab lép közbe. Gácserhez kerül vissza. És ebből most Major indulhat. Vargatolt el magától Majort, fedezve ezzel a labdát. Szöglet következik. Ez már a sokadik Bretton sarokrúgás. Ennek a megoldásnak Baló Sándor nem igazán örülhet, hiszen a Bretton szögletből a Ferita vezethet támadást. Aztán a sárga mezesek megkönnyörülnek ellenfelükön, és ismét a Bretton támadhat. Horváth Zsolt megelőzi keserű kapust. Varga lépett közbe. Zab, egy lövőcsel. Balló, ott van még a kapu előterében, Zab Zoltánnak teszi vissza. Tóth Péter, még egyel tovább Horváth Zsolt felé, Volent lép ki, jó ütemben Szabó. Messze pattant tőle a labda, amikor átvette. Így nem tudott kapura fordulni. Horváth Zsolt, Balló Sándor, nagy küzdelemben a hatos vonalon. Végül elszakad az őrzőtől, Gácser Tamástól. Labdája nem találta el a kaput. Volent, László felé. Tóth Péter lép közbe. Gácser. Szabó. Zab volt szabálytalan. László. Horváth Zsolt. Major teszi hátra kapusának. Igen, kellemetlen helyzetbe került ezzel Csóka, de végül megoldotta a helyzetet. László. Gácser. Mező, illetve létszámfölényben a Fevita játékosai. Az első lövést védi Csóka, az ismétléssel szemben azonban már tehetetlen. Gácser a fekvő kapus felett a háló közepébe lövi a labdát, és ezzel a 13. percben megszerzi a vezetést a Fevita. Hiába állt ki a Fevita tartalékos csapattal, nagy elánnal küzdenek a pályán lévő játékosok, és ez most meghozta eredményét, hiszen vezetnek a Bretton RT ellen, a jóval esélyesebb Bretton ellen. Keserű, Szabó, László, Szabó, Major állt a útját. Ötös számmal Kis Gábor a pályán, a Bretton RT csapatában. Kis Gábor tavaly még a Turulline együttesét erősítette. Balló Sándor szöglete. Szabó Ferenc lehúzza a fejét, Horváth Zsolt pedig nem éri el a labdát. Dobhat a Fevita. Szabó. Majornak sikerült megállítania. Volent kezében a labda. Szabó harcolt Kis Gáborral, és ellene fújnak a játékvezetők. Szabó.
melleltette tovább, Gácser érkezett volna középen, de Horváth Zsolt megelőzte. Major László mellett húzza meg. Zab. Jobblábas lövés, Volent Csaba lábán pattan meg a labda, amely végül a Favita kapujának bal alsó sarkában köt ki. A 16. perc elején egyenlít a Breton RT. Gyorsan jött a válasz tehát. A gólszerző Horváth Zsolt. Gácser. Volent. Szabó Ferenc rángatta Kis Gábor mezét. Horváth. Keserű és László nem értették meg egymást. Ennek eredményeként a Breton RT dobhatott. Szabó. László. Gácser. Kis Gáborról fordul le. Major. Zab. Horváth Zsolt zárkózik fel. Elakad a labdája. Balló a túloldalon, teljesen üresen Major, aki nem találja el a kaput. Óriási lehetőség volt a Breton RT előtt az újabb gól szerzésre. A helyzet azonban kimarad. Cserélt a Favita. Szám nélküli sárga trikóban Lovasi a pályán. Balló. Keresztbe száll a labda. Lovasi. Kis Gábor hozta kellemetlen helyzetbe társát, Majort. Hajszálon múlt, hogy Monet ne szerezze meg a labdát. Horváth Zsolt. Major. Balló perdítette volna tovább, de rossz helyen kötött ki a laszti, már mint a Breton RT szempontjából. Volent bedobása. Szabó. Zab. Balló. Be tudja adni, keserű vetődik ki, és Zab Zoltán elől ment. Horváth Zsolt rántotta vissza Szabót. Favita szabadrúgás következik. Cserél a Breton RT 9-es számmal Horváth Zoltán a pályán. Balló Sándort váltotta. Szabó szabadrúgása messze elkerüli a kaput. Major. A 19. percben járunk. 1-1 az eredmény. Lovasi. Horváth Zsolt. Visszakerül hozzá a labda. Zab Zoltán becsapott mindenkit. 2-1-re vezet a Breton RT a 19. percben. Zab Zoltántól beadást vártak a Favita játékosai, és aztán egy védő valamint a kapus között a rövid sarokra lőtte a labdát. Megfordította az állást tehát a Breton. A Favita most már felsorakoztatja színei minden változatát, hiszen a sárga mez mellett kék szerelésben egy újabb játékos a pályán, mégpedig Bercsik Károly személyében, aki új játékos a Favita csapatában. És ő még
sárga szereléssel nem rendelkezik, egy játékvezetői engedéllyel, kék mezben játszhat. Bercsik, szép mozdulat, László mutatta be. A labda azonban a kapu fölé és mellé szállt. Csóka kirúgása. Gácser szerelte Zabot, Bercsik. Volent. Kis Gábor. Horváth Zoltán egyből vissza, Kis Gábor. Impozáns akció lett volna, hogyha be tudják fejezni a fehérmezes játékosok. Hiszen úgy hozták fel a labdát, hogy az nem érintette a talajt. László, Gácser, Bercsik, Lovasi, kint van. Horváth Zsolt. Csóka vágta volna előre, labda azonban plafont ért. Feldobással folytatódik a játék. Hatos számmal Menyhely Zoltán a Bretton csapatában. Ő adta vissza a labdát a Fevita játékosainak. Varga. Volent próbált zavart okozni Csóka kapuja erőterében. A próbálkozás nem vezetett sikerre. Horváth Zoltán feje felett elsuhan a labda. Fordulhat a Fevita, feltéve ha a keserű kapus nem túl jó szájízzel kihalásza a labdát a palánk mögül. A 22. percben 2-1-re vezet a Bretton RT. Kevesebb mint 3 perc van hátra az első félidőből. Volent. Szabó, illetve László, elnézést. Mellé lőtt. Csóka. Menyhelyi. Varga érkezett. László. Menyhelyi. Bercsik. Horváth Zoltán. Menyhelyi, Volent szerelte, aztán eladja a labdát Varga, csapkodó a játék, ide-oda pattogott a játékszer. Zab. Kis Gábor. Horváth Zoltán lépett közbe. Fevita bedobás. Varga lövi el távolról mellé. Csóka. Kis Gábor esik el. Lovasi volt szabálytalan. Bretton RT szabadrúgás immáron az első félidő utolsó percének elején keserűnek kellett bizony helyén lennie. Menyhelyi bedobása. A kapust Csókát választja. Menyhelyi. Lászlóban akadt el a labda. Szép lövés volt Bercsik Károlytól. A labda elkerülte a kaput. Horváth.
Menyhelyi. Varga. Lovasi. Egyből Bercsikhez. Major érkezett vissza. Volán. Vége az első félidőnek, 25 percnyi játék után a Breton RT 2-1-re vezet a Fevita ellen. Tehát egy gólos Breton RT vezetés. Egy fél idő után. Hátul passzolgatnak a Breton játékosai. Most Csóka kapus keresi az embert, akinek adhatná a labdát. Zab Zoltán szerette volna megmenteni a vonal előtt, de ez nem sikerült. Így a Fevita hozhatja játékba a labdát. Bercsik szerelt. Kis Gábor. Horváth Zoltán. Major. Horváth Zoltán kapja vissza. Megnézte magának a kaput, és aztán bal lábbal jócskán mellé lőtt. Nem így akarta, az biztos. Horváth Zoltán. Szabóról fordulna le. Szabó ezt azonban minden eszközzel, minden eszközt felhasználva megakadályozza. És ebbe belefért a szabálytalan megmozdulás is. Kis Gábor. Zab valahogy eljutott a labda keserű kapujáig. Major. Csóka. A kapus kapja vissza. Kis Gábor. Major. Csóka. Menyhelyi. Varga. Bercsikkel kényszerítőztek volna. Horváth Zoltán. Ő bizony kap hideget, meleget. Most Gácser Tamás rángatta meg a mezét egy picit. A Breton RT végezhet el szabadrúgást a mérkőzés 28. percében. Menyhelyi a labda mögött. Bercsik az egytagú sorfal. Szöglet. Ezek szerint Bercsik ért bele. Horváth Zoltán sarokrúgása, Menyhelyi és Major mozogtak a labda felé. Major, Gácser lépett ki, kirúgás. Bolent. Gácser. Rossz helyre. Kis. Kint volt már a labda, mutatja a játékvezető. Szabó Ferenc bedobása, Bercsiket kereste a labdájával, aki nem találta el. Volent, egy távoli lövés, Csókának kellett figyelnie, de fogta a labdát a kapus. Volent. Szabó. Volent kapja vissza. Bercsik. Ez szép megoldás volt Gácsertől. Aztán rosszul tolja meg. Messze pattan a labda. Kis Gábor odaér, és fedezi a játékszert addig, amíg az el nem hagyja a játékteret. Menyhelyi íveli előre. Zab Zoltán. Az egyedüli ember elől a Fevita kapujánál. Horváth Zoltán szerez labdát, és aztán nem érték meg egymást Zabbal. Így ismét hátra kerül a labda. Kis Gábor.
Ballal keserül véd. Bercsik. A labda a fehér mezeseké. Major dobhat. Keserű nyúl ki, és húzza le. Gácser. Bercsik. Mellé. Major. Bercsik volt határozott, Gácser. Kis Gábor piszkált oda. Horváth Zoltán húzza meg a jobb oldalon. Horváth Zoltán, szép gólt lő. 3-1-re vezet a Bretton RT. Horváth fordult le Vargáról, és nem tudták beírni a sárga mezesek. A 31. percben 2-re növeli a Bretton RT a Sevita elleni előnyét. Csóka. Horváth Zsolt ismét a pályán. Zab Zoltánt váltotta. Volent. Major fejelte ki. De szabad rúgáshoz jut a Bretton RT, hiszen Majort lökték a levegőben. Kis. Menyhelyi. Varga. Bercsik megpróbálta megmenteni. Nem jött össze. Horváth Zsolt. Kivezeti a labdát. Varga. Keserű kapus. Volend. Menyhelyi támadja le a Fevita 9-esénél. Elkapkodott megoldás. Csóka. Bercsik. Szabó. Varga. Volent meg hosszú. Csóka. Bercsik húzta le. Bercsik nyugodtan levehette volna a labdát, és megindulhatott volna a Bretton kapuja felé. Szabó. Horváth Zoltán érkezett hátra. Bercsik kapufája. László érkezik. És kiharcol egy szögletet. Horváth Zsolt. Bercsik állítja meg. Kis Gábor. Kéz. A Varga kezezett. Szabad rúgáshoz jut a Bretton RT. A fehérmezes játékosok szándékos kezezést és az azzal járó 2 perces kiállítást reklamálnak. Büntetés azonban nincs. Teljes létszámban marad a Fevita a pályán. Menyhelyi a labda mögött a szabad rúgásnál. Legurítja Horváth Zsoltnak. Valamiféle kombinációt szerettek volna összehozni a fehér mezesek. Nem túl sok jó sült ki belőle. Csóka megy fel a magasba. Szabó fejéről húzza a labdát. Horváth Zsolt. 2 ember között nem is tudja magát áthámozni. Szabó. Aztán Horváth lép ismét közbe, mehet tovább. Kemény a játék.
László lépte át, azt hitte, hogy Volent ott van mögötte. Tévedett. Horváth Zsolt távoli lövése nem sokkal került el a bal kapufát. Szabó. Varga. A 35. percben járunk, 3-1-es Bretton RT vezetésnél. Horváth Zsolt. Kis Gábor. Horváth Zoltán. Volent odaér. A középre lőtt labdát pedig Varga rúgja ki. Horváth Zoltán bedobása. Kis Gábor fejjel az oldalhálót találja el. És aztán fogja az arcát. Minden rendben. Volent. Lovasi. Szabó és Horváth Zsolt rengeteget harcol egymással, test-test ellen. Fevít a szabad rúgás a távolság, 11 méter, Varga belelövi a sorfalba, aztán Vargához kerül vissza, a második kísérlete is levágódik. Szabó. Major. Menyhelyi. Varga tisztázott. László. Egy kötényt szeretett volna adni Menyhelyinek. Bretton játékosa azonban figyelt és összezárta lábait. Csóka. Horváth Zsolt. Varga csúszik be, és ment szögletre. Balló Sándor sarokrúgása, majd ismételhet. Micsoda gól! Balló Sándor szögletből csavarta be a labdát. A Fevita kapujába. 4-1-re vezet a Bretton RT. Egy parádés megoldással. Balló részéről. Mindez a 38. percben. Lovasi. Szabó. Gácser. László. Szabó. Lovasi. Végül Csóka fogja. Varga fel a magasba. Kis Gábor és Lovas ugrott fel a labdáért. Kis Gábor hozza el. Balló, keserű mellett Horváth Zoltán érkezik középen, és második gólját szerzi a mai találkozón, ezzel a Bretton RT 5-1-re vezet. Óriási védelmi hiba a Fevitánál, figyelmetlenség eladott labda, és ebből újabb találatot szerez a Bretton. 39. perc, egy perccel tehát, Balló találata után. Horváth Zoltán talál a Fevita hálójába. Szabó. Lovasi. Szabó kapja vissza. Kis Gáborról pattan ki a labda. Szabó. László.
Ez sem volt csúnya, de eredménytelen. Tíz perc van hátra a rendes játékidőből. Balló Sándor, Horváth Zsolt, Horváth Zoltán, szép játék! Szabó. László pöccintette tovább, Bercsik sprintel, de hát ezt nem érhette el. Kis Gábor bedobása, Balló Sándor fejjel tette volna le az érkező Horváth Zoltánnak. Szabó. Csóka megfogja a labdát, és aztán visszafelé kellett vetődnie, és még a gólvonal előtt sikerült menteni. Aztán végül Lászlóról ment ki a labda, hiszen ő érkezett. Van ama szándékkal, hogy begyötörje valahogy a labdát a gólvonal mögé. Horváth Zsolt. Balló, Horváth Zsolt kapja vissza, ketten zárnak össze előtte Szabó és László, Tóth Péter. Horváth Zoltán belövi a kapu előterébe, de hát ott nincsen fehérmezes játékos társ. Varga, László, Szabó, Bercsik, Kis Gábor szerelte. Varga, Lovasi, Bercsik talpa alatt gurult el a labda, Horváth Zsolt, Tóth Péter, Balló, szép gól. Balló Sándor második találata valamelyest hasonlított Szabics Imre góljához a Manchester United ellen. A 43. percben 6-1-re vezet a Brighton RT. Szabó, szép a Fevita, Csóka nem védhette a lövést, 6-2. No, a második fél időben azért potyognak a találatok. Balló, László, Zab. Balló Sándor forgulódik az oldalvonal mellett. Horváth Zsolt. Horváth dobhat. Át a túloldalra. Volent szabadított fel. De nem elég jól. Szabó. Horváth Zsolt. Jók a cselek. Aztán a lövésébe belelépnek. Bretton RT szöglet a 44. percben. Balló. Hát ezt nem így gondolta. Tóth Péter, Zab Zoltán. Lászlóról vágódik ki. Zab bedobása. Csóka, Kis Gábor, Balló, keserű véd, Ballóhoz kerül vissza, nagyot esik Balló, nem történt szabálytalanság, Balló Sándor nemes egyszerűséggel felvágta magát,
Szabó Ferenc előtt. Volend, Zab érkezik vissza. Egy hosszú kidobás, és 7-1, illetve 7-2 ezzel már az eredmény, elnézést. Keserű messze kijött a kapujából, és úgy tűnik, hogy Baldó meg tudta csúsztatni a labdát, így ez zavartalanul hullott a Fevit a kapujába. Hét kettő tehát az eredmény. Volend kapáslövés, Horváth Zsolt állt elé. Kis Gábor föl a magasba. Lovasi, kis fejelte ki, Gácser, Tóth Péter, Valló felé. Zab, Balló Sándor kapja vissza, keserű, Horváth Zsolt fölé. Maradt tehát a 7-2 akkor, amikor kevesebb, mint 4 perc van hátra a találkozóból. László, Lovasi, Bercsik. Bercsik ballábas lövése. A labda a kapu fölött hagyta el a játékteret. Dobhatnak a sárga mezesek. Lovasi lábbal hozta játékba a labdát. Gácser addig-addig kaszált, amíg elvesztette a labdát. Volend. Balló, a másik oldalon Zab várja a labdát. Zab még mindig. A kapuson túljutott a labda, László azonban jó helyen állt. Bercsik, Lovasi. Bercsik adja el. Zab, Horváth Zsolt sarokkal teszi tovább. Balló, szép gól. 8-2. 47. perc. Balló Sándor negyedik gólját szerzi. A Fevita játékosai ettől tartottak, hogy beleszaladnak egy nagy zakóba az 5. fordulóban. Nem volt alaptalan a félelem, és ugye a sárga mezeseknek nem sikerült az a bravúr, ami az elmúlt pontvadászatban kétszer is, hogy a Bretton RTL Kétvára kényszerítsék. Igazából a két találkozóból az egyik döntetlennel végződött, de hát valószínűleg, hogy a Bretton játékosai számára az is csalódás volt. Balló. Vargát kerülte meg. Kis Gábor érkezett lendületből középen, de irányítani nem tudta a labdát. Így marad a 8-2-es Bretton vezetés. Csóka. Kis. Kevesebb, mint 2 perc a hátra lévő idő a rendes játékidőből. Szabó. László, Gácser, háttal a kapunak szerette volna megoldani. Horváth Zsolt, Balló, nem érkezett senki ott a jobb oldalon. Lovasi, Varga, László, Csóka. Horváth Zsolt. Varga mellett viszi el a labdát. Balló Sándor. A végére
egy káprázatos gólt szeretett volna lőni. Gyollózó mozdulattal nem találta egy jól a labdát. László nem tudja átemelni csóka felett. Kis, Horváth Zsolt, Kis Gábor, Lovasi, róla megy ki a labda. Bretton szöglet, keserűnek kellett közbeavatkoznia. És vége a mérkőzésnek. A Bretton RT teljesen megérdemelten, ilyen arányban is 8-2-re verte a Favita csapatát. Nem a Bretton-Favita találkozó volt az egyedüli az ötödik játékhéten, amelyen az átlagosnál több gól született. Következenek az összefoglalók. Kisé álmosan kezdte a Csé plusz V a Deckebau elleni mérkőzést, és ez gyorsan meg is bosszulta magát, hiszen az újon zöldfehérek 3 perc elteltével megszerezték a vezetést. A hátrányba került Csé plusz V átvette a játék irányítását, azonban az ellenfél védekezésével, na meg a kapufákkal nem bírtak a kékek. Az első fél időben nem esett több gól, nem úgy a másodikban, amikor 7 perc alatt 5-ször rezdültek meg a hálók. A Deckebau jól használta ki gyorsasági fölényét, mely újabb 4 gólban teljesedett ki. A Csé plusz V is betalált ugyan, ez azonban csak a szépség tapaszra volt elegendő. A Deckebau 5-2-re nyerte a mérkőzést. Szerintem az idén egyik legjobb játékát nyújtottuk. Úgy érzem, hogy megérdemelten nyertük ezt a mérkőzést. Ez sérült, felépítek, és ez lett a következmény, hogy ezek 2-3 meghatározó játékos azért ennyit jelent a csapat. Minden hibánkat kihasználták, nekünk megvoltak a helyzetek, ugyan az első félidőben kellett volna 4-5 gólt rúgnunk, egyetlen egyet nem sikerült, és hát ezt tudtuk, hogy ha második gólt megkapjuk, akkor valószínűleg veszett fejszennyel után fogunk menni. Hát így is történt sajnos. Gyakorlatilag az első támadásából vezetést szerzett a mezőny egyetlen nyeretlen csapata, a Truck Trailer Köfén 2 a Jó Rádió ellen. A rádiósok nem estek kétségbe a hirtelen jött hátránytól, 10 perc elteltével egyenlítettek. A Truck ismét felpörgette játékát, így a szünetre végül ők vonulhattak 3-2-es előnnyel. A második félidő elején ismét elaludt a Jó Rádió védelme, 5-2-re elhúztak a kékmezesek, ezzel lefutottnak tűnt a meccs. Rövid időn belül azonban felzárkózott az ellenfél, de az egyenlítő találatot már nem sikerült megszerezni. A Truck Trailer Köfén 2 első győzelmét aratva 5-4-re nyerte a találkozót. Vezethettünk volna, úgy gondolom első fél időben, ha bemennek a helyzeteink, akkor 3-4 góllal vezetünk. Még nem volt ilyen, hogy mi vezettünk, úgyhogy az örülünk az első győzelmünknek megvan. Egyetlen egy embert kellett volna Isten igazából megfogni és kivonni a játékból, nem tudtuk megoldani, és így jött össze ez van. Az elmúlt két fordulóban nem tudott a kapuba találni az első játékrészben a fehérmezes Bombon. A maratonsport elleni mérkőzésen aztán kijött a lépés Molnáréknak, sorra alakították ki a helyzeteiket, melyek közül 4-et zártak sikerrel az első 25 percben. A maraton hiába vezetett ügyes ellentámadásukat, a gólszerzés nehezen ment, szépíteni csak a félidő végén sikerült. A második játékrészben sem változott a játékképe, a különbség mindössze annyi volt, hogy ezúttal egyel kevesebbszer mattolták az ellenfél kapusát a fehér mezesek, köszönhetően a maraton jobb védekezésének. A Bombon végül 7-2-re nyerte a maratonsport elleni találkozót. Hála Istennek most sikerült berúgni a helyzetek temérlek részét. Hát most jobban összejött. Tavaly mondjuk kikaptunk tőlük 6-1-re, úgyhogy megpróbáltunk visszavágni, és meg szerencsére sikerült is. 7-2-re nyert az ellenfél, ennyivel jobb volt a Bombon? Hát én úgy gondolom, hogy ennél még sokkal jobb is volt nálunk. Iszonyatos hozzáállás volt, nagyon nagy csalódás volt. Így nem lehet futballozni. Mondjuk nem is nevezni futballnak, amit produkáltunk. A Turulány számára túl sok jóval nem kecsegtetett az Old Boys elleni találkozó, hiszen a kékmezesek csak 4 mezőnyjátékossal vették fel a küzdelmet. Bár küzdésről nem igazán lehetett beszélni a Turul játékát látván, s az Old Boys már az első percben vezetett. A kedvetlenül és emberhátrányban játszó Turul játékosai a félidő végére 4 gólos hátrányba kerültek. A folytatásban a sziporkázó Old Boys termelte a gólókat egészen a 36. percig, amikor is kiegészült a Turulány, és kozmetikázta az eredményt. A végeredmény 11-3 az Old Boys javára. Amikor mérkőzés előtt látjátok, hogy 4 mezőnyjátékossal áll ki az ellenfél, akkor már sima ügyként lehet kezelni a találkozót? Hát ez a mi esetünkben nem mindig így van. Emlékezzünk a tavalyi meccsre, amikor a szerzőjelzett csapat ellen játszhatunk, és sikerült kikapnunk. Kicsit féltünk a találkozótól, de aztán szerencsére jöttek a gólok. Milyennek láttad a mérkőzés belülről? Túlságosan nagy ellenállást nem fejtett ki a Turul?
Hát nagyon sima meccs volt, tehát nem is küzdöttek, szerintem lélekben már az első pillanatban feladták a meccset. Úgyhogy simán tudtunk gólkülönbséget is javítani, ami ránk is fért a gyenge kezdés után. Az eddig 50%-os teljesítményt produkáló Fehérvíz mondhatni csak félig volt a pályán a klub Fece elleni mérkőzés elején. A bordómezes bajnoki címre törő Feca nekiesett ellenfelének, s hamarjában 3 gólt rámolt a későn eszmélő újonc hálójába. A félidő derekán magukra találtak a vizesek és szépítettek. A klub Feca fölénye a második játékrészben is erőteljes volt, és ez látszik a gólokban mért eredményen is. A Feca 12-2-es győzelmével gyűjtötte be a 3 pontot. Szerintem megpörgettük őket rögtön az elejétől fogva, és ebből a gyors játékban mi voltunk a jobbak. Találtunk az elején, nem találtunk, hát rúgtunk az elején 3 gyors gólt, ami megzavarta őket. Utána volt egy pici hullámvölgy, de aztán az egész csapat szinte mindenki megfelelő formába futballozott végig. Természetesen akadtak a játékban is problémák, ez az edzés látogatottságnak az egyik hibája, a másik az, hogy nincs még mindig összeszokva a csapat, mivel nem tudunk kiállni sohasem egy kezdő csapattal, mindig van valaki változás a csapatban. Ennek tudom be azt, hogy hát ilyen nagyon gyengén szerepeltünk most. Küzdelmes mérkőzést hozott a még 100%-os Bádogos és a gyengélkedő MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Kronosz csatája. A kapufák után a Fekete-Fehérben játszó MÁV szerzett vezetést, majd a Bádogos fokozatosan átvette az irányítást. A zöldek masszívan védekeztek, s kihasználták a vasutasok hibáit, így az első 25 percben már 3-1-re vezettek. A második félidőben a Kronosz hiába próbálkozott rendületlenül, nem tudta bevenni a listavezető kapuját, sőt a Bádogos egy kontra végén beállította a 4-1-es végeredményt. A közönség nem igazán kívánja azt, hogy mi vagyunk az élen, de hát ez minket nem érdekel. Minket az, hogy a sikerélmény ennyire összeszedte a csapatot, itt van mindenki, és teljes szívvel, lelkesedéssel játszanak, és azt hiszem az eredménye látszott is. Sajnos ez a negyedik vereségünk Kinorba, a csapatnak már sajnos nincs önbizalma. Nem akarom a sorsolásra vonni ezt, de sajnos az első 5 csapattal játszottunk mérkőzést, és minden mérkőzésen védekezési problémáink voltak, és hibák, mind a mai is, hát nem tudom mennyire lehetett észrevenni. Ez szögletnél még az, hogy mi csodálkozunk, hogy mi ott szöglet, erre beadják, és már be is lövik, és már is 2-1. Minden mérkőzésen vezetünk, akkor vissza kellene normálisan állni, megbeszéltük, visszaállunk, szorosan, keményen fogunk embert, és hogyha... Nézték a futballmérkőzést, lehetett látni, hogy nem fogtunk szorosan embert, nem jöttek a középső emberek vissza a felfutókkal, és ezért nagyon szerint kijátszottak bennünket. Magyarul nem tudunk normálisan védekezni, fegyelmetlenek vagyunk, és sajnos megérdemeltük a vereséget. Nézzük az első osztály 5. fordulójának eredményeit. Cé plusz V Atlantis Páb Dekkebeu 2-5, Jó Rádió Track Trailer 4-5, Bonbon Maraton Sport 7-2, Bretton RT Fevita 8-2, Turulline Old Boys 3-11, Klub Feca Fehérvíz 12-2, Bádogos MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Kronosz 4-1. A tabella élén a Bádogos áll 15 ponttal, de a Bretton RT-nek is szintén 15 pontja van a második helyen, a Bonbon jelenleg a harmadik 13 ponttal, negyedik a Klub Feca 12 ponttal. Ötödik a Cé plusz V, hatodik a Dekkebeu, 7. az Old Boys, 8. a Turulline, 9. a Fehérvíz, 10. a Track, 11. a Jó Rádió, 12. a MÁV, 13. a Fevita és 14. a Maraton, amely csapat 3 pontot gyűjtött eddig. A 6. fordulóban, azaz a jövő héten a Fehérvíz a Bretton RT-vel, a Cé plusz V a Jó Rádióval, a Maratonsport a Bádogossal, a Fevita a Bombonnal, az Old Boys a Trackkal, a MÁV a Turullal, a Dekkebeu pedig a Klub Fecával találkozik majd. Kedves nézőink, műsorunk végén köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!